Így néz most ki Nyíregyháza főterén a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház, és egész évben hasonló látványra számíthatnak az erre járók, mivel a templomon jelentős külső felújítást végeznek. Ilyen jellegű felújítás még nem volt a templomon, most 120 éves a templom, és hát a tetőt ugye azt többször javították, szükség esetén cserélték egy-egy részét, de hát az oldalához ilyen formában nem nyúltak. Téglatemplom, tehát adódik a jellegéből, hogy ritkábban kell hozzányúlni, hiszen nem hullik a vakolat, nem pörög le a festék róla, de hát a téglák is egy idő után elfáradnak, az időjárás vasfoga azért kikezdi ezeket is, a köztük lévő kötőanyagot, a fugát is kipergeti az idő, és hát most érett meg most maga a templom, és hát ugye az egész felülete, hogy egy tisztítás, és szükség esetén a sérült tégláknak a cseréje után ugye ismét a régi pompájában ragyogjon. A plébános hozzátette, kormányzati forrásból tudják finanszírozni a felújítást. A Debreceni Nyíregyházi Egyházmegye kapott erre támogatást a kormánytól, mivel a hívek adományaiból ilyen nagyságrendű beruházást nem tudnának végrehajtani. A plébános hangsúlyozta, hogy a templom nem csak fizikai elhelyezkedését illetően központi templom, de lelki értelemben is. És nem csak a városnak, hanem a környékének is, ahonnan szintén sokan járnak ide. Amellett, hogy napközben is betérnek a hívek, hétköznaponként 2, vasárnaponként pedig 5 szentmisét tartanak. Most nagy öröm, hogy decemberben elkészült a kis karorgonánk, amivel ugye kórus műveket lehet kísérni, és hát folyamatosan gyűjtünk a nagy orgonának a teljes felújítására is, ami szintén a templommal egyidős, és hát már megérett egy alapos átépítésre. Csordás Gábor elmondta, hogy a templom belső terei nem igényelnek felújítást, és az orgonák is a legkorszerűbb számítógépes technikával vezérelhetők. Ez pedig már a templom ingyenesen látogatható baloldali tornya, ahonnan a harang alatt nem csak a városközpontra nyílik kilátás, de innen jobban látható az is, hogy miért kell a teljes tetőhéjazatot felújítani. Lentről csak a téglák látszanak, meg hát az, hogy ugye egyben van a templom, tehát innen felülről azért látszik, hogy több helyen hiányzik a bádog védelem, és hát ahová beszivárog a víz, ugye ott már elkezd télen dolgozni főleg. És hát látszik ugye, hogy egy-két helyen már a tetőpala is ugye elkezdett megbontódni, kőfelületek azért máladoznak itt-ott megint csak az időjárás, meg hát a savas eső miatt. A plébános azt mondta, a tervek szerint idén karácsonyra fejeződhetnek be a felújítási munkálatok, így a következő adventi időszakban már megújult külsővel és díszkivilágítással várják majd a híveket.